Reggeli Gyors, a Klubrádió reggeli műsor 6-tól 10-ig. Igen meglepő a kijelentés, amit most idézek. Csak egy Fidesz-MSZP összefogás mentheti meg az országot. Igaz, hogy van egy kérdőjel mögötte, de van egy nagyon komoly tanulmány is mögötte, és ez a tanulmány eléggé fel fogja csikázni az érdeklődést. Én legalábbis ezt gondolom. Itt van velem a szerző, Csizmadéja Ervin politológus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha, az Origónak adott egy interjút, amiben összefoglalta ennek a tézisnek a lényegét. Én még nem nagyon ébredtem föl a kómából, amióta elolvastam, hogy víziójuk szerint ön és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy Magyarország, nem is tudom, jelenleg két vagy három osztatú politikai teréből, amely válságokkal terhes, a kiút egy ilyen nagy koalíció lehet. Ez egy lehetséges forgatókönyv, vagy valamilyen módon úgy érzik, hogy e felé megy majd el a közélet nálunk? Hát a következőt tudom mondani, szerkesztő úr, először is én igyekszem mindig pontosan fogalmazni, és amit ön idézett a Fidesz-MSZP koalícióról, az ugye az Origónak a címadása. Így van. Abból az is következik, hogy természetszerűleg én ilyet a hosszú tanulmányomban, aminek kapcsán az interjút adtam, nem írok. Én arról beszélek valóban, hogy távlatilag egy nagy koalíció esetleg valamikor a középtávú jövőben, tehát semmiképpen nem most szükséges lehet, de ennek az alkotó eleme semmiképpen nem a Fidesz és az MSZP, tehát az ellenzéknek semmiképpen nem egy pártjáról van szó, hanem természetesen a mai ellenzék egésze, a Jobbikot leszámítva. Az Origót mentendő, akkor idézem azt ugyanis a címek mindig ugye sűrítenek és túloznak, és nagyon korrekt a bevezető szöveg, azt írják a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetője, legújabb könyvének az apropóján úgy vélte, hogy ha tetszik, van harmadik út, és akkor ez egy nagyobb fogalomkör nyilván, amit már ön is érintett. A világért sem nagy tisztelettel vagyok az Origó tisztelt újságírója iránt, az interjút készítette, tehát semmiképpen nem bántásképpen mondtam, csak a tények kedvéért, tehát hogy ez az állítás ugye azt foglalná magába, hogyha én azt mondanám, hogy Fidesz-MSZP koalíció, nagy koalíció, hogy én nem veszek tudomást ugye arról, hogy az ellenzéken belül már régen nem az a helyzet van, mint volt néhány évvel ezelőtt, amikor az MSZP uralta azt a térfelet, már amikor a Fidesz volt kormányon. Így van. Azóta... Tehát ilyen értelemben ugye egy csomó ellenzéki párt jött létre, és természetesen hát semmiképpen nem akarnám én ignorálni ezeket az ellenzéki pártokat. Viszont akkor azt is elmondanám, hogy mi az igazi tézise a könyvnek, hogyha mondhatom. Így van, erre vagyok igazából kíváncsi, hogy mire alapozzák, hogy egy... nyilván azt sejtem mögötte, hogy Magyarországon a történelmi jobb és baloldali politikai tér valahol össze kell egyszer, hogy érjen. Hát ugye... Szerintem mi a hallgatók ismerik Bibó Istvánnak a munkásságát, aki ugye azt mondta a dualizmusra vonatkozólag, hogy van itt egy kétosztatú tér, a hamis realisták és a túlfeszült lényeglátók népesítik ezt a teret be. Nekem az állításom az, hogy az elmúlt 25 évben ez a dolog, minthogyha visszatért volna, függetlenül attól, hogy éppen a jobb oldal vagy a bal oldal van kormányon, aki kormányon van, az túlfeszült lényeglátó, illetve hamis realista, aki ellenzékben van, az túlfeszült lényeglátó, megy ez a váltógazdálkodás, és igazából ennek a dolognak nem nagyon sok eredménye van arra nézve, hogy egy együttműködőbb politikai kultúra és egy élhetőbb Magyarország kialakuljon. Tehát tulajdonképpen engem az izgat, hogy hogyan lehetne megbontani ezt a rendszert, és hogyan lehetne felépíteni helyette egy másikat, és ebben a folyamatban a nagy koalíciót, egy majdani széles alapú nagy koalíciót látok egy megoldásnak, de semmiképpen nem tudom én holnap vagy holnap után. Világos, akkor Origó újságíró megkérte önt, hogy mondjon példát, és nyilván a német példát említette, mint a jól működő nagy koalíció lehetőségét. Hát ettől fényévi távolságra vagyunk, az kétségtelen. Igen, csak ugye itt van egy másik dolog is, hogy akarjuk-e igazából megtanulni a politikai együttműködést. Tehát ugye az én könyvemnek van egy alcíme,
Az alcímben pedig van három fogalom. Együttműködés, nagy koalíció és politikai kohézió. Mind a három fogalom fontos. Ebben az origós interjúban nyilván nem volt mód minden elemre egyformán kitérni. Tehát igazából engem az együttműködés megalapozása legalább olyan mértékben izgat, mint egy majdani nagy koalíció. Tehát hogy lehet olyan feleket együttműködési kényszerbe hozni, akik ma a beszélő viszonynak hát a nagyon kis mértékét tudják felmutatni. Hadd tegyem hozzá, ez egy nagy ragyogó kérdésfeltevés, hogy hogyan lehet eljutni odáig, hogy felismerjék e felek, hogy van szükség, van sokszor együttműködésre, miközben az identitásuk attól még nem sérül, mert ugye ezt a kényszert lehetne látni már a mai magyar helyzetet is elemezve, akár csak a külpolitikai elszigetelődésünket, akár a belső szociális problémáinkat tekintjük, rengeteg közös pont volna, csak nem jutottak el a felek odáig, hogy erre rájöjjenek, vagy bevallják. Hozzáteszem azért azt is, szerkesztő úr, hogy ebben persze nem biztos, hogy elegendő segítséget kapnak tőlünk, olyan elemzőktől, akiknek ugye az lenne a dolguk, hogy ezekre rávilágítsanak. Ez most nem burkolt kritika senkinek, ez magamat is legalább olyan mértékben érinti, mint bárkit. Nem, én ebben nagyon egyetértek, és a sajtót is akkor ideértem, hogy bizony a holdudvarok távol vannak egymással. Megmondom, hogy mire gondolok. Tehát arra két dologra gondolok. Az egyik, hogy amikor én Bibót említettem, és a dualizmust, akkor azt tudom mondani önnek, hogy nagyon-nagyon sokszor kellene beszélnünk arról, hogy ez a magyar politika, ez nem véletlenül termelte ki magából megint a kétharmados, most már nem kétharmados Fidesz többséget, hiszen a magyar politika történetben mindig előjöttek ezek a hatalmas nagy pártok valamiért, tehát az elemzőknek kutya kötelességük, hogy ezt, hogy mondjam, napi 24 órában elemezzék, hogy ez miért történt meg, miközben erre senki nem számított, de mégis megtörtént. A másik, hogy nemzetközileg miért nem tudunk tanulni abból a példából, amit ön is említ, az a német példa, de más példákat is lehetne említeni. Hát azért Lengyelországot is hozzuk ide, bizonyos szintű egyetértés a ellenzéki párt és a mindenkori kormányzó párt között most legalábbis hosszú idő után létrejött, anélkül, hogy ott nagy koalíció lenne. Így van, de azért tegyük azt is hozzá, hogy ott is egy tanulási folyamat kellett ehhez, mert ha ön olvasott 2010 előtt a lengyel helyzetről európai értékeléseket, akkor a Kaczynski pártját illetően azért körülbelül ugyanazokat mondani, így van, így mint van. Amit ma Orbán pártjáról, tehát... Na de ott is jött egy fordulat, és nem kellett évtizedeket várni. Jött ott is egy fordulat, persze nézze, a fordulatok azok olyan természetűek, hogy nem biztos, hogy azok mindig véglegesek. Hát ugye gondoljunk bele abba, hogy 89-90-ben ugye azt gondoltuk, hogy rálépünk egy útra, mondjuk legyen ez a liberális demokrácia útja, és ez töretlenül elvezet bennünket a Kánaánba. Így van. Sajnos a politika nem így működik. A politikában különböző alkorszakok vannak, hogy úgy mondjam, amikor valami bekavar abba a helyzetbe. Miért kavar be? Azért, mert van nekünk egy magyar politikai hagyományunk. Az a hagyomány olyan, amit már említettem, tehát ez a nagy párt előtör, és még egy része van ennek a hagyománynak, hogy az ellenzék mindig kicsi és tagolt. Igen. Tehát széttöredezett, sok pártra esik szét, egymással sem tud megegyezni. Tehát bizonyos értelemben az együttműködéshez például meg kell tanulni azt, hogy az ellenzéki pártok is hogy működjenek együtt, hogy tudjanak hatásosak lenni. Ez a magyar politika történetből mindig hiányzott. És hogyha mi többet beszélnénk, írnánk, elemeznénk azt és arról, hogy minden sikeres demokrácia lényegében társadalmi párbeszédre épül, és arra, hogy a verseny és az együttműködés együttjáró fogalmak. Nem egymásnak ellentmondóak. Hát persze, ezek elemilyen fontos dolgok, csak nagyon nehéz ezeket elkezdeni, mert ugyanis arról van szó, hogy van egy képzete a jobb oldalnak a balliberális oldalról. A balliberális oldalnak a jobb oldalról, akkor ezek, hogy mondjam, ezek stigmaként is élnek tulajdonképpen. Hát, hogyne. Tehát ahhoz, hogy együttműködés legyen, ahhoz mondjuk az első lépés az, hogy bizonyos értelemben árnyaljuk a másik oldalról alkotott képünket. Ha önkényuralomnak mondjuk azt, ami ma van, akkor nyilvánvaló a balliberális oldal nem fog tudni kiváltani a jobb oldal felől olyan, hogy mondjam, reakciót, ami közelebb viszi őket. Hát és viszont, ha állandóan kommunistázik a jelenlegi jobb a balra tekintve, akkor ebből a lövészárokból az sem tud kijönni. Természetszerűleg, tehát én azt gondolom,
hogy nagyon sokat tehet ebben az ügyben az elemzők közössége, a civil szektor, és egy csomó olyan szereplő, amelyik kívül esik bizonyos értelemben a pártpolitikán. Tehát egy demokrácia nagyon fontos, hogy pártpolitikai alapon épüljön, de ne csak pártpolitikai alapon, mert a pártpolitikusok időnként nem látnak ki a saját logikájukból, tehát bizonyos értelemben őket is hát tanítani kell, most a szónak természetesen a legjobb értelmében, nem arra, hogy kell törvényt hozni, hanem arra, hogy például a másik oldal iránt hogyan lehet, hogy mondjam, másképpen viselkedni. Hát vagy tanítani, ez most elég nehéz elképzelni, hogy bármelyik jelenlegi politikai erő hallgatna külső véleményekre, de hogy tanulni tanulhatnának a saját bukásaikból, azért az reális. De a közszellem, akkor így mondanám, az a legfontosabb tanító tényezők egyike. Tehát, hogy egy közszellemben milyen kategóriák élnek. Ugye az elmúlt néhány évben eljutottunk gyakorlatilag oda, hogy mondjuk tényleg az önkényuralom, a fasizmus, a diktatúra, ilyen fogalmak jöttek elő, kvázi a 30-as évekkel próbáljuk leírni a magyar helyzetet, a mait. Szerintem ez nem jó megközelítés. Nyilván a hallgatók egy jelentős része ezzel nem fog egyetérteni, de azért is mondom, hogy provokáljunk vitákat ezekről a dolgokról. Provokál a kormány elég vitát, hiszen a dolog onnan jött elő, hogy számos kormányzati lépés, intézkedés hajaz a 30-as évekéivel, és innen szükségszerűen jöttek ezek a vádak, amelyeket ön most felsorolt. Én ugye elég sok nyugat-európai szerzőt olvasok, és nem csak újságírókat, mert ugye az én foglalkozásom mégiscsak politológus lenne, és azoknál azért azt látom, hogy nagyon sokan nem értenek egyet a 30-as évek analógiájával, hanem egész máshol keresik a válaszokat. Ezekből nagyon kevés jön be Magyarországra, tehát voltak éppen valami olyasmit gondolok, hogy amennyiben Magyarországot nyugatos országgá akarjuk tenni, már pedig azzá, akkor talán érdemes lenne olyan véleményeket is idézni, amelyek nem teljesen, hogy úgy mondjam, hát ebbe a logikával illeszkednek vele, mert nagyon könnyű aztán oda jutni, hogy 30-as évek, fasizmus, nincs itt teendő, meg kell dönteni. Ervin, ez egy nagyon fontos gondolat, és azt gondolom, hogy önálló téma is kellene, hogy legyen, és itt sajtó, munkatársak és politikai elemzőknek kellene közös fórumokat tartani, hogy ezt a tüköreffektust, amit most megfogalmazott, hogy mindenki csak a saját vélemény tükrében látja magát, és Magyarország is egy picit be is van zárkózva a saját problémájába, kívülről nagyon nehéz ránézni, hogy ezt hogyan lehetne legyűrni, és ennek okán elindítani egy párbeszédet. Hát szerintem gondolat ébresztőnek gurítsuk most ezt így el. Nagyon sok hallgató reagált már magára a témafelvetésre is nálunk, és majd meghallgatjuk a véleményeket, vagy ezek közül a legérdekesebbeket, és akkor nyilvános meghívót átadhatok? Hát attól függ, mire? Van egy Balkánnyar című műsorom, amely arról szól, hogy van-e politikai alternatíva, harmadik út, negyedik út, milyen út. Ezben szabadon gondolkodó emberek vitatkoznak egymással, akkor felkérném, hogy fogadja el a meghívást, és keresünk egy vitapartnert önnek, jó? Nagyon köszönöm a meghívást. Én megköszönöm, hogy most itt volt, minden jót, viszonthallásra. Viszonthallásra.